Sziasztok, Krahán vagyok, és a mostani epizódban egy még ezen a csatornán nem látott Láva 3 lesz. Na, akkor jöjjön a csapat bemutatása. Az első csapat, ugye mondjuk az a tank csapat, ugye van egy ilyen Skull, van egy Phantom King, egy Golem, Arias és egy PD. Hát szerintem, jó, hát mondjuk a Bubló az mindenféleképpen, meg a két Healer kell, meg a Chikabum is jó. Úgyhogy ezek vannak az első csapatban tulajdonképpen. Nézzük meg a következő csapatot. A következő csapatban van ez a Gunslinger egy Bublóval, van egy Phantom King, van egy Cupid, van egy PD és van egy Ice Demon. Ugye ez azért jó, mert lassít. Akkor nézzük a következő csapatot. A következő csapatban van egy Phantom King, egy Golem, egy Spirit Mage, egy Trentaur és ismételten egy Cupid. Úgyhogy már két Cupidunk van. Nézzük a következő csapatot. Ebben a csapatban van egy PD, egy Grizzly, egy Grim, illetve egy Phantom King és egy Golem. És itt is megtalálható a Bubló. Az szerintem itt fontos szerepet kap ebben a játékban. Sőt, még a Mini Angit is be kellett volna rakni, de majd azt oda valamelyikre rávarázsoljuk. Az invelés folyamatban van, úgyhogy várom az invet. Sőt, már meg is jött, úgyhogy el is fogadom az invet. Levertem, hogy miért ott kezdtem. Na, mivel hogy az update-t behozták ezt a gyorsítást, úgyhogy gyorsítok is rajta. Bár nem kellett volna, mert kikaptunk. Egy darab Cupid volt, és múltkor, mikor próbáltuk, akkor kettő volt, és most szerintem ez lett pótolva, és elméletileg most sikerülnie kell, mert mindenki ugyanazt a csapatot hozza, amivel teszteltünk. Na, jó. Na így négyszeres sebességén egy kicsit így akad. Úristen, az nincs el. Nem baj, de haladunk. Még van egy perc. Szerintem simán menni fog. Hú, de akad. Na jó, lejjebb veszem mondjuk egy kétszeres sebességre. Na most szerintem csak kétszeres sebességgel fogom lejátszani, hogy ne akadjon annyira. Végül is mindegy, a kimenetel a lényeg, hogy nyertünk-e vagy sem. Á, de azért... Ja, így azért egy kicsikét szebben néz ki a játék, hogy nem akad annyira. De viszont így meg egy kicsit hosszú, és lehet, hogy így nem megy le. Na, begyorsítom 4-esre. Ja, le fog menni. Jó. Jó, itt visszarakhatom 2-esre. Na, sikerült is. Na, itt a következő inv, úgyhogy ismételten megpróbáljuk. Remélhetőleg ugyanúgy fog sikerülni, mint az előző két meccsben. Az elsőt leszámítva, mert az katasztrofális volt.
Na, már csak 3, 2, 1, és mehet az összecsapás. Az elején itten begyorsítok 2-esre. Jó. Na, akkor itt begyorsítok 4-esre. És majd a végén legyorsítom 2-esre. Az utolsó. Mondjuk így. Grimm onnan lövi. Na, itt a következő inv. Na, már csak ötszek, és indul is. Na, jó, begyorsítom. Ha már így meghaltak. Na, haladunk, haladunk. Jó. Na, és itt van a következő inv. Ez már a nem tudom hanyadik, de remélem sikerülni fog ez is, mint az előzőek. Elhülyéskedünk itt a pozícióval. Na, akkor ismételten felgyorsítom így a 4-esre, és akkor majd a végén lelassítom. Mert akkor így egy csomó időt megspórolok, és akkor nem kell végignézni ezt a lassú fájtot. Tulajdonképpen pontosabban majdnem 3 percnyi. Hát videót úgymond. És akkor nem kell áttekerni, hanem így pár másodpercbe sűrítve meg lesz. Na, hát a Grimm az mindig onnan oldalról üti, úgyhogy királyság van. Na. Na, el is indult, úgyhogy be is gyorsítom itt a 4-esre. Ó. Micsoda akadás. De a lényeg, hogy itt a oldal szépen megyek a HP-t, úgyhogy... Júj, a Grimm most onnan üti. Haha. Na, akkor ennyit szerettem volna ebbe a videóba. Remélem tetszett nektek ez a videó, meg tanulságos is lesz. Mi most kezdtük, nemrég ez volt a második ilyen nagyobb nekifutásunk. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok mindenféleképpen. Hogyha először jársz itt a csatornán, illetve még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor iratkozz fel a csatornára, és egy következő videóban találkozunk. Sziasztok!